Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílik a plejádok felé a maja kalender szerint július 16-án. Most van 10 ilyen nap, amikor ez az égi kapu kinyílik. Ez megkezdődött július 13-án, és eltart július 22-éig. Mit jelent ez? A mi naprendszerünk is mozog, és bizonyos napokon összeköttetésben áll a plejádokkal. A plejádok azok az Atlasz Istennek a lányai, és a központi nap azt úgy hívják, hogy Alkyone. Alkyone lefordítva egy királynőt jelent, aki győz a gonoszságok felett. Alkyone az nem más, mint a mesebeli Holle anyó. Tehát, ha kinyílik egy égi kapu, akkor érezzük Holle anyának a hatását. Ez a mai nap, tehát július 16-a megint egy ilyen nap, amikor kinyílik ez az égi kapu. Ezt a majáktól vettük át, mert ez benne van a maja naptárban. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés. Mi jelen pillanatban az 5. hullámban vagyunk, és az eltart július 17-éig. Ez alatt, az 5. hullám alatt Ben uralkodik. 13 napon keresztül, és mint mondtam, ez eltart július 17-éig. Ben lefordítva egy égi vándorlót jelent, ez az égi vándorló számunkra azt közli, hogy mi most összekötetésben állunk az égi hatalommal, vagy tekintsünk felfele. A mai nap, tehát július 16-a Kán hatása alatt áll. Lefordítva ez annyit jelent, hogy egy mag, amit mi most elültetünk. De jelent egy új kezdetet, egy jó kezdetet is, mert ebből a magocskából valami kinő. Természetesen kell, hogy türelmesek legyünk, de ez gyümölcsözni fog. A másik jelentése ennek a Kán energiának egy hálózat. Valami itt kibontakozik, és mi összeköttetésben állunk egymással. Ez lehet internet, vagy internet kapcsolatok, de jelent lelki kapcsolatokat is, vagy telepátiát. Ez a mai nap, ez a portáltág, ahogy itt német nyelven ezt mondani szoktunk, ez arra utal most, hogy kezdhettek valami újat, ez ki fog alakulni, itt lesz növekedés, gyarapodás, itt kivirágzik valami. Ez egy jó kezdet. De, mint mondtam, van egy ilyen hálózat, ami kibővül, az lehet új ismeretség, egy új szerelem is. És ez volt ez a felvétel, egy égi kapu nyílik a plejádok felé július 16-án. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!